Joshua Jett Leesman to join me on the Szervusztok, üdvözlünk mindenkit a mai észak-amerikai közvetítésen. Európának már vége, két gyors 2-0-val, viszont az éjszakai mérkőzéseken valószínűleg egy kicsit szorosabb összecsapásokról lehet szó. A képernyőn már láthatjátok, hogy hogyan is áll a bajnokság. A mai este pedig maradjunk annyiba, hogy erős középcsapatok és a Team Liquid fog majd megmérkőzi egymással, hiszen a Phoenix One csapat a CLG-vel küzd meg a 4.-5. hely magasságában, míg az Immortals a mai nap első mérkőzésen a Team Liquid-del küzdhet meg, ahol visszavághat akár a Team Liquid csapata az Immortals elleni 12. zakó után. Edi, hogy látod a helyzetet? Van esélyük? Szervusz Nono, üdvözlöm a nézőket! Nincs könnyű helyzetben ugye a Team Liquid csapata, viszont azzal, hogy Golden Glue kényszer pihenőre szorult, vagy vonult, és ugye Piglet lépett a középső ösvényén a helyére. Mindenképpen változott a felállás, új helyzet van. És igen, az Immortals legutóbbi 2-0-ás győzelmére azt hiszem mindenképpen lehetne válasza a Team Liquid csapatának, vagy legalábbis ezt megpróbálják. És akkor már le is lőtted a point, meg a figyelmesek már láthatták a visszaszámlálás közben is, és természetesen kint a kinti kollégák is erről beszélnek a legtöbbet. Piglet a középső ösvényre érkezik a mai nap folyamán. Ugye ő ex-világbajnok lövész, ódákat zenkhetnénk róla, korki bombával, vakon baronnasort lop, egy igazi sztár lövész pozícióban. Azonban az elmúlt időszakban saját elmondása alapján nem tartozik kiemelkedő lövészek kategóriájában. Észak-Amerikában azt mondja, hogy talán nincs is LCS szinten, a többi lövész kivétel nélkül jobb nála. Ezért a középső ösvényen próbálkozik majd ezúttal. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mit fog tudni kezdeni például Pobelterrel, aki többszörös kihívók osztálybeli játékos, minden egyes szériában legalább 4 karaktere volt a kihívók osztályban minden egyes szezonban, és mindig a középső ösvényen játszott és játszik. Azért felvenni a versenyt egy ilyen nagy öreggel, ha más nem, ez biztos egy nagyon jó vizsga lesz számára. Vizsgának sem utolsó, illetve ugye ha már kiemelted azt, hogy Pobelter milyen sikeres volt ugye az utóbbi időszakokban, most azért az Immortals csapata ezzel az 5-5-ös statisztikájával, hát nyilván nem arra számítottak, hogy így fognak szerepelni. Ennél jobb kezdésről talán ugye csak a Team Liquid csapata álmodhatott. Hát nem igazán jött be nekik, 2 győzelmük van mindösszesen, és ugye emellett 8 vereségük. Azt hiszem, hogy valamit tényleg változtatniuk kellett. És ugye ha már Pigletről beszéltünk, akkor muszáj megemlítenünk az új lövészt, aki a Team Liquid akadémiájából jött fel. Ő Youngbin. Nem tudunk róla még igazából sok mindent. Én kíváncsi leszek, hogy teljesít. Tehát érkezhet egy meglepetés erejével mondhatjuk, hiszen nem igazán tudnak rá készülni az ellenfelek, így az Immortals sem. Másik pikantériája a mérkőzésnek, az pedig egyértelműen a dzsungeles pozíció, hogy Dardok és Rainover helycseréje. Mit gondolsz erről? Huni távozásával ugye Rainovernek is én úgy gondolom, hogy váltania kellett. Viszont ahogy ugye a formát látjuk, nem igazán jött be neki, illetve hát egyedül annyira neki sem megy. Ezzel szemben Dardok valamilyen szinten ugye jobban teljesít. Bár az Immortals csapata már közel sem olyan kiemelkedő, mint az előző szezonokban, majdnem veretlenül megnyert alapszakasz. És inkább az látszik náluk, ami látszott nagyon sokszor a rájátszásban a korábbi szezonokban, ahogy nem BO1, hanem BO3-as szériáról beszélünk, az Immortals csapata nem tud olyan lehengerlő lenni. Igaz, ez már nem is az az Immortals, ahol olyan nevek voltak együtt, és annyira sikerült effektíve összevásárolni a csapatot, hogy veretlenek lehettek majdnem az egész alapszakasz során. Ezt egyedül talán Dásannak sikerült meg X-Mitinek megakadályozni a CLG részéről. Kíváncsi leszek, hogy ez az Immortals meddig fog tudni eljutni, kijut-e a rájátszásra, azért jó eséllyel én azt mondanám, hogy igen. De hogy ott tovább tudnak-e menni, az már egy másik kérdés. Mindenképpen ma meg kéne venni a Team Liquid csapatát ahhoz, hogy reális esélyük legyen. Igen, illetve ugye ebben pont a másik mérkőzésünk párharca az, ami ebbe beleszólhat, hiszen a Phoenix One, illetve a CLG csapata is ugye ugyanezért küzd, hogy a rájátszásban ott legyenek. Nincs könnyű helyzetben az Immortals csapata, ugye már elhagytuk a bajnokság felét, de azért talán kijelenthetjük azt, hogy valamilyen szinten még mindig az összes szokás az, ami folyik az Immortals csapatánál.
most már azért lassanként el kéne kezdeni szállítani az eredményeket. És ahogy láthattátok, április végén a tavaszi döntő Vancouverben, ezúttal az Észak-Amerikai Ligában, hát nem mondom, hogy a Canucks stadionját megtöltik, de azért szerintem számíthatunk arra, hogy rengeteg érdeklődő meglátogatja majd a döntőt, bármelyik csapatok is kerüljenek be ide a Vancouveri stadionba. A mai nap első mérkőzésén tehát az Immortals csapata fog a Team Liquiddel megküzdeni. Láthatjátok már is a játékosokat, hogyan készülnek, izgulnak a mérkőzés előtt. Ahogyan arra már utaltunk, találkozott már egymással a két csapat február közepén, és akkor sima 2-0-val az Immortals csapata felülmúlta Piglitéket, ahol például az első mérkőzésen Piglet egy zseniális 0-7-es teljesítményet ott előrukkal, 0-7-1-es, hogy egészen konkrétak legyünk. Ezért is emelte ki, hogy ő nem igazán tartozik jelenleg a metában megfelelő lövésznek, a meta a hősökkel nem igazán tud jól játszani. Utána ugyan Ginnel szépített egy 4-3-as statisztika környékére. Várunk-e a középső ösvényre esetleg nála Korkit így a gyengítés után, vagy egyéb más lövészszerű karakter, gondolok itt például Jace-ra, aki az alaptámadásaival és távolsági képességeivel leginkább hasonlít még a lövészre a középső pozícióból, vagy megpróbálkozik egy szöges ellentétével az eddigi játékstílusának, és egy mágust hoz el. Könnyen lehet ugye bármelyik lehetőség, érkeznek viszont. Az Immortals csapatának játékosai felső ösvényen Flame, dzsungelben ugye Dardak, középső ösvényen Pobelter, az alsó ösvény párosa pedig Kodisan és Oli lesz. A Team Liquid csapatával ezzel szemben a felső ösvényen Lurlo, dzsungelben Rainover, középen Piglet, tehát Youngbin és Matt alkotja majd az alsó ösvény párosát. Igen, Youngbin ez a fiatal srác, aki az akadémiáról érkezik, és azért Matt személyében nem egy utolsó támogató az, aki segíteni fogja LCSS pályafutásának megindulását, hiszen Bardot erősítették a 7.4-es patchben, rengeteg mozgássebességet kapott, a boklászását így elősegítették, hiszen a harangokat gyűjtheti be egyfolytában, és gyorsan vált egyik ösvényről a másikra. Ráadásul a comeback system, jöjj vissza a játékba, egyértelműen a bóklászó támogatóknak lesz a mencsvára, hiszen ha 4 szint hátrányban vagy, onnantól kezdve 10%-kal több tapasztalati pontot kapsz, ami jelentősen segít abban, hogy visszajöjj a mérkőzésbe, ha esetleg a játék korai szakaszában segíteni szerettél volna a többi ösvényem. Igen, és ugye emellett akár ez a trash is visszajöhet, aki mostanában talán kiszorult a választásokból, illetve ugye nem beszéltünk még Youngbinről, akár elhozhat egy zigzet, ahogy mondjuk láttuk azt Európában, amit viszont nem fogunk látni, az a Kamil támogató, hiszen tiltásra került. Pedig ma már kétszer is, igen. Így van. Első mérkőzésen ezt nem fogjuk látni, az Immortals csapata ezen felül pedig Shant és Graves tiltott. A felső ösvény és dzsungelre koncentrál az Immortals csapata egyelőre. Piglet középső ösvényére még nem próbáltak meg tiltani, LeBlanc kíváncsi vagyok, hogy átesik-e a rostán. Megnézném, hogy hogyan tud teljesíteni egy ilyen stílusú karakterrel. Viszont érdemes lesz Lurról odafigyelni, hiszen emlékszünk, volt olyan Gnar játéka pár szezonnal ezelőtt, amikor egy totál vesztes mérkőzést egy-egyben ő maga vissza tudott hozni nagyon jó Gnar végső képességekkel, és a mai napon már láttunk egy nagyon jó Gnar teljesítményt. Nem lennék meglepve akkor, hogy ezt Wundertől érkezett a Spice csapatától, hogyha Lurló is elhozna ezt a karaktert, mert nagy kedvencei közé tartozik és kezd visszatérni a metába, és mivel már látunk két felső ösvényes tiltást, sem valamint Kamil személyében, nem lennék meglepve, ha érkezne a választások során. Igen, közben Rengárt láthattuk még, akit kitiltott a Team Liquid csapata, illetve ha már felső ösvényről beszélünk egy kicsit, akkor fontos azt megemlíteni, hogy ha kicsit eltérnek, ugye ettől a tankos felső ösvény párostól, akkor jöhet egy Jace, jöhet egy Renekton, visszajöhet ugye akár az a Gnar, vagy Fiora, akit Lurlo maga biztosan játszott már ugyan még csak egyszer, de ki tudja, talán pont ma lesz az a nap, amikor ezt ismét elhozza. Akiket viszont elhoztak biztosan, az Immortals részéről LeBlanc, a Team Liquid csapatától pedig Malzahar, és dzsungelbe Kha'Zix. Kha'Zix nagyon erős karakter jelenleg a dzsungelben, főleg úgy, hogy Graves és Rengar is tiltó listára került. De mai napon is láttunk már egy Kha'Zix carry-t, hogy kicsit angolosan fogalmazzunk. Kodisan pedig kiválasztja magának est,
ezzel lövésszel érkezik majd a mérkőzésre, és átcsúszott a rostán LeBlanc, hiszen tiltása kevesebbje volt az Immortals csapatának, erről egyelőre információk nincs, hogy miért veszítettek egy tiltást, vagy saját hiba volt, vagy esetleg büntetés. De az biztos, hogy Pobelter érkezik majd ezzel rendkívül erős mágussal. Pigletnek erre kellene majd válaszolnia, Elise pedig a dzsungelben ellenfele lesz majd Kha'Zix-nak. És ahogy láthatjuk, elérhető ugye Zed, viszont emellett elérhető még azt mondom Syndra is, és Orianna is, ezek is mostanában gyakori választások a középső ösvényre. Ugye Piglet az úgymond sötét ló, nem lehet tudni még pontosan, hogy mit fog hozni. Lehet, hogy marad ennél a Zednél, de az a Ryze sem egy rossz választás. Ryze-zal fog érkezni majd Piglet a középső ösvényre. Mindenképpen érdekes, egy rendkívül erős karakterről beszélünk, és a Team Liquid egyelőre olyan karaktereket tudott kiválasztani, akik saját pozíciójukban az egyik, ha nem a legerősebbnek nevezhetőek. Támogató pozícióban Malza szerintem egyértelműen viszi jelenleg a Primet, Kha'Zix pedig szintén szerintem erősebb, mint Elise. Nála erősebb talán jelenleg csak Graves és Rengar, akik tiltó listán vannak. Nagyon jó választás, és Ryze sem egy utolsó a középső ösvényesek közül, őt is nagyon gyakran tiltják, akárcsak LeBlanc, talán ez az a pozíció, ahol egyelőre az Immortals jobban tudott választani, és Piglitről még továbbra sem tudunk semmit. Nem tudunk semmit, ami viszont biztosan jól fog működni, az ugye a Team Liquidnél, Malzahárnál a pokoli marok, és ugye Ryze-nak a lefogása, amiket eddig láthattunk. A CC logban úgy gondolom, hogy nem lesz hiány a Team Liquid csapatától, viszont ugye további tiltások is érkeztek. Egy Jean, és ugye Renekton sem érkezik már. A harmadik tiltás pedig a tiltási fázis második felében, az egy Morgana. Igen, Oli Morganája legendás, amikor 10-ből 11 Q-t betalál, az a nem mindegy. Ezt már nagyon sokszor Pierce is kiemelte, hogy Olinak milyen zseniális a Morgan játéka. Egy újabb lövésztiltás az Immortals részéről. Youngbintől vagy tartanak, vagy tudnak valamit, hiszen mind Jean, mind pedig Sivir tiltó listára kerül, Ash pedig kiválasztva Caitlyn talán, ami maradhat, vagy Ezreal, ahogy ezt ma a Steelback is játszotta már korábban. Nem igazán tartozik a metába Ezreal jelenleg, Caitlyn sűrűbben elhozzák, hogyha már tényleg minden kötél szakad. Meglátjuk, hogy Ezreal ahogy fog tudni teljesíteni, Steelbacknek ma nem jött be, de az nem azt jelenti, hogy Youngbinnek sem fog. Nem véletlenül ugye az új fiúra érkeznek leginkább a tiltások az Immortals részéről. Még akár elképzelhető lett volna egy Tristana választás is, hiszen ugye erősítették a Q képességét. Viszont még ez sem jelenti azt, hogy ugye a Team Liquid csapata lecsap rá. Lehet, hogy még így sem kerülhet ugye vissza a metába. Egyszer-egyszer már láttuk, hogy elhozásra kerül. Ami viszont biztos, hogy támogató pozícióba Olihoz Miss Fortune fog érkezni, illetve Flame kezébe Nautilus. Lulló közben pedig véleményem szerint egy Maokai-nak kellene érkeznie. Kell a tank a Team Liquid csapatában, mindenképpen egyelőre nagyon törékeny a kompozíciójuk. Ráadásul rengeteg jó kezdeményező képessége van az Immortals csapatának. Ez eszemben Poppy az, aki érkezik, szintén egy jó választás. És LeBlanc beugrásai ellen akár még hatásos is lehet. Ugye az A6-os jelenlét képessége. Hazaküldés gyanánt nem vagyok benne biztos, hogy ezt a legjobban fogja tudni kihasználni ezen a mérkőzésen Lurlo, de ne legyen igazam. Támogató pozícióban Miss Fortune fog érkezni az Immortals csapatába, az Ash Miss Fortune páros pedig már nem egyszer láttuk, és nem egyszer bebizonyították, hogy mennyire jól tud működni ez a páros. Erős mind a két kompozíció, úgy érzem, hogy pont azokban a pozíciókban, ahol igazán számít, a mágus és lövész pozícióban sikerült jobban választania az Immortals csapatának. A másik hármat, azt talán megadhatjuk a Team Liquidnek, a felső ösvényen pedig egy kiki küzdelem várható véleményem szerint. Igen, nagyon jó meglátás az, hogy a középső ösvényen, illetve ugye az alsó ösvényen talán előnyben van az Immortals csapata, már ami a választásokat illeti. Viszont a csapatküzdelmeknél én úgy gondolom, hogy Poppy szerepe nagyon fontos lesz abban, hogy ugye az Immortals csapata ne tudjon kezdeményezni. Márpedig az Immortalsnak rengeteg lehetősége van kezdeményezni. Gondolunk itt például a mélységi rohamra, gondolunk itt a vasmacskára, a gubóra, a lekötésre, a kristálynyilvesszőre, és még
Miszvacsinek is valamelyest van lehetősége a lassításával kezdeményezni, míg ezzel szemben, hát, Poppy beindulhat, őneki azért mozgási sebessége lesz bőven, főleg, hogyha esetleg még felhősárkány is érkezik a mérkőzésre, akkor falhoz lehet vágni az ellenfeleket. Ezen kívül még a villanásos kezdeményezése ott van Malzának, valamint Rice is képes valamelyest erre, viszont sem Kha'Zix, sem pedig Ezreal nem rendelkezik szinte semmiféle potenciállal a kezdeményezésre. A kezdeményezésre nem, de ugye ott van Malzahar, aki némítását ki tudja használni és kamatoztatni tudja majd adott esetben. Pigletnél fontos megjegyeznünk azt, megtisztulással érkezett, ezzel szemben a Pobelter LeBlancja az égetést fog használni a mérkőzésen. Valószínűsíthető, hogy ő ölni akar majd, akár már ugye az ösvény fázisban is. És ha megérzi a vérszagot, akkor nincs megállás. Mind a két lövész hosszú karddal kezdi meg pályafutását az idézők szurdokában. Kodit már meg is kóstolták valószínűleg egy misztikus lövedékkel. Nagyon sokszor látjuk, hogy a lövészek cipővel kezdnek, a doránpengés kezdeményezések azok szinte egy az egyben eltűntek, mert nem éri meg egyszerűen. Piglet pedig már kóstolgatja Pobeltert. Tehát ezek a hosszú kardok, ami pedig a különbséget jelentheti, az a mesterségekben figyelhető meg, hiszen még sütivel rendelkezik Ezreal, addig életerő italok vannak Ash tarsolyában. Igen, és ugye Ezreal az, aki harci szenvedéllyel érkezett, ezzel szemben Ash a hadúr vérszomjával ruházott be, jelentkezett be az idézők szurdokába. Ő ugye majd életerőt fog tudni visszanyerni kritikus lövései után. De kevesebbet, mint korábban, hiszen 7.4-es változtatás igaz során ezt is gyengítették, ezt a kulcs mesterséget, és ez lehet az egyik oka annak, hogy egyre több villámfejedelem akaratát láthatunk, mint amikor a kulcs mesterségek megérkeztek. Akkor is emlékszünk, szinte minden egyes karakterre ezt választották. Kulcs mesterség jelent, ez a bónusz sebzés jelentős mértékű volt. Mostanában azonban visszatértek ahhoz, hogy ezeket hozzák el, hiszen mind a harci szenvedély gyengítésen esett át, a kolosszus kurázsia, és a többi. Egyes szint, nem mind a négy játékos. A kettes szintet valószínűleg az Immortals párosa fogja hamarabb meglépni, és megpróbálni némi tapasztalatot elzárni a Team Liquid alsó ösvény párosától az Immortals. Engem Dárdokat láthattuk egy pillanatra, ahogy átnézett már most a mérkőzés legelején, ugye a Team Liquid csapatának északi dzsungelében, nem csak hogy átnézett, hanem Verösszeder át erősítést lop. Ezt Cseréke azonban, igen, a Team Liquid csapata látta, ugye egy őrszemnek köszönhetően, így Rainover is érkezik ugyanerre a lopásra. De Alice már jön. Jön, talán Kha'Zix azért gyorsabban fog végezni, itt pedig már jön a kifárasztás. Kodi lehetne bajban, a gyógyítás még önmagában szép, de villannia is kell Kodinak, hogy ne halljon meg. Itt pedig azt látjuk, hogy két lövész az alsó ösvényen sebzés, akkor van bőven. Olinak viszont nem elegendő az, hogy be tudja fejezni akár Youngbint, akár Mettet. Pigletre pedig már dzsungeles jelenlét is segítség lehet. Pobelter bátor, az ugrását azonban nem használ, nem, elhasználta pontosabban. Lehet, hogy villani kényszerű? Így van. Rainover pedig, hát legalább a villanást kiszedte. Igen, egészen biztosan villani kényszerült. Ezzel szemben, hogy az alsó ösvényen láthattuk azt, hogy ugyan Youngbin le van maradva azzal az Ezreal-lel Kodisan eséhez képest fan tekintetében, viszont ugye jó volt a kezdeményezés, így Kodisannak mind a gyógyításától, mind a villanásától el kellett búcsúznia, és most láthatjuk, vagy egyébként Rainover a Verösszeder hátat nem tudta megszerezni magának. Igen, Pigletre kellett figyelni a középső ösvényen, azonnal elindult, nem tudta, hogy LeBlanc be tudja őt fejezni, vagy nem, és hogyha igen, akkor vissza tudja vágni neki, Kodi kapja közben a sebzést. Ezt pedig látjuk, hogy Ezreal már elhasználta a sütieit, életerő itala azonban Kodisannak még mindig van. Jobban tud piszkálódni az Immortals csapata egyelőre. Igen, és kíváncsi leszek, hogy Youngbin az első hazatérése után mi lesz az, az első tárgy, amit ugye meg fog vásárolni. Valószínűsíthető, hogy ez a tárgy az istennő könycseppje lesz, de könnyen előfordulhat akár az is, hogy ezt a tárgyat most elhagyja, és inkább egy hármasek hatalmára fókuszál az elején. Egy ragyogás megvételével jelentős mértékben megnőne a gyilkossági potenciálja. Én is kíváncsi vagyok, hogy kék ezért láthatunk-e majd, vagy nem. Ha igen,
Akkor féltem a Team Liquid csapatát. Már most le vannak majdnem 1000 aranyjal maradva. És tudjuk nagyon jó, hogyha két istenő könycsepés van a csapatodban, az egyértelműen a játék későbbi szakaszára jelenti a koncentrációt. És tudjuk, hogy akkor fognak tudni ezek kiteljesedni. De jutnak-e odáig, ez a kérdés? Érdekes. És ugye jó is a meglátás, hogy főleg a mérkőzés elején, ha mondjuk, hogy egy istennő könycsepére be is ruház Young Vinezrie, akkor előnyben lesz az Immortals csapata, viszont idézői képességek hiány még mindig az Immortals nagyon szép a kezdeményezés, a kifárasztás pedig kevés, de megérkezik Dardok, valamint a teleport. Két embert már is elveszít a Team Liquid csapata, Oli pedig egyelőre ébren, életben marad, meg ébren is, még nem megy aludni, a villanás szép. Lekövetni azonban Dardok tudja, gubója neki már van, talál is, a gyilkosságot pedig meg tudja szerezni. Dardok beindul, 3-0! 3-0, és ugye nem kellett sokat várnunk arra a kérdésedre, hogy melyik csapat fog tudni jobban megindulni. A kezdeményezés szempontjából a Team Liquid csapata nagyon jól kezdte ezt az alsó ösvényt, viszont hát az Immortals csapatának van egy Dardokja, aki elhozott nem egy, nem kettő, de három gyilkosságot is. Így, ugye, hogyha valamiféle hátrányban van egy Elise, egy Kha'Zix-szal szemben, most gyakorlatilag most már semmi. Jöhet a negyedik, a gubót talál, majd utána a pók is robban, nagyon szép a sebzés, de izolálva van Dardok, ezt ne felejtsük el. Tovább menni pedig Dardoknak most már nincsen lehetősége. Tudja nagyon jól, hogy egy őrszemet oda kihelyezett Kha'Zix, ezt pedig el fogja tüntetni ebben a pillanatban a növény használatával. Az pedig hatástalanította. Nem tudja kiszedni az őrszemet, mert érkezett vissza Kha'Zix, sebzés töblete pedig talán lett volna a csótánynak, biztonságosabb volt visszalépni. Igen, és a Youngwin halálának dacára az istennő könycsepjét vásárolja meg, így ugye már egyértelmű az, hogy hátrányban lesznek. Itt láthatjuk a kezdeményezést, a némites jó, és ugye villanását kihasználva Rainover, mondanám, hogy el tud hozni egy gyilkosságot, de nem ő szerezte ezt meg, hanem Matt volt. Csak hát ugye jön Dardok, Elise, aki besöpör egy, majd utána két gyilkosságot, és villanás gubó? Igen, gubó találata után a harmadik gyilkosságát is megszerzi. És ugye a Youngwin elgyógyított, viszont például a villanása bent maradt. Igen, és két darab teleport is megszakításra került egyébként a csata hevében. Erről talán egy picit lemaradtunk, vagy nem említettünk. Semmit nem tudjuk, hogy megszakították-e valamelyik a másikét, vagy mind a ketten csak azt mondták, hogy jó, mégsem menjünk. Hiszen mind a két karakternek van lehetősége kiszedni a teleportból a másikat. Egy sebzés egyébként nagyon jó az Immortals csapatának. És ahogy az várható volt a játék korai szakaszában, azért ők erősebbek. Kérdés az, hogy mennyire tudnak elhúzni a Team Liquid csapatával szemben. És ezért volt nagyon érdekes egyébként a Dardok tárgyválasztás, hiszen ő először befejezte a cipőt, majd pedig most a következő hazatérésnél látjuk, hogy gyűrűt vásárol magának, fekete pecsétet, szeretne jelzőket gyűjtögetni, és ha megindulsz, erre minden lehetőséged meg is van. Továbbfejlesztette az itókáját, így ő olyan sokáig tud kint maradni, ami eddig csak szeretne. Igen, és ugye ezen a hosszú ösvényen maradáson még akár egy óceán sárkány is segíthet, ami ugye elérhető az idézők szurdokában, egy újabb alsó ösvényre való érkezés után ezt az Immortals csapata könnyedén magáévá teheti. Pedig egy kisebb hiba a Team Liquid csapatát, nagyon hosszúra húzzák ezt a kék elhozatalt. Végül túl hamar elkezdte, így visszatért a kék gólem kezdeti pozíciójába a maximális életerővel. Kodi egyre több farmot ver Youngwinre, teljes mértékben lemaradt, majdnem dupláz, egy 10 farm különbség van, ami a duplázáshoz kell, ez számára 15, ami játék jelen szakaszában sok. Sok, és ami még sok, az az életerő vesztesége az alsó ösvény tornyának. Láthatjuk, nagyon kevés választja el az Immortals csapatát attól, hogy elhozzák az első toronyért járó pénz összeget is. Erre ugye érkezik Dardok is. És nézzük, hogy kap-e segítséget a Team Liquid alsó ösvény párosa. Kap, de ez már nagyon késői. Rainover csak gyakorlatilag beköszönt, megnézte, hogy ledőlt az a torony? Ledőlt. Akkor menjünk is tovább. Biztosításra jó volt, hogy a csapattársakat ne darálják be utána. A felső ösvényre eddig nem sok képet kaptunk, de látjuk majd, hogy miért a vasmacskát az állhatatos jelenlét megfogja.
farmolázgatnak egyelőre, de itt is az Immortals csapata tud vezetni. Piglet nem indul meg. Igen, ami viszont mindenképpen érdekes. Ugye, hogyha a Team Liquid csapatát nézzük, az alsó ösvényen jelentősen büntetve vannak, voltak, viszont eddig a középső ösvényre abszolút nem érkezett fókusz vagy próbálkozás az Immortals csapata részéről. Most ugyan Flame elindult egy kicsit, de igazából valószínűleg ezt ő sem gondolta teljesen komolyan. Egy jó 10-es farm előny az, amivel rendelkezik Lurlo Poppyával szemben. Ez a legtöbb ösvényen, ugye, ahogy már te is mondtad, megfigyelhető. Éppen a középső ösvény az, ahol nincs előnyben az Immortals csapata. Igen, és Rice egyébként... Ez mindig jó. Tehát Rice az, aki tiszteli LeBlanc sebzését, hiszen Negatron palástot megvásárolta még az őskori katalizátor előtt. Az óceán sárkányra pedig az Immortals csapatának van lehetősége kilépni. Rálátása a Team Liquidnek talán volt, hiszen Oli itt ment el az előbb az őrszem mellett. Ha nem is tudják biztosan, azért jó eséllyel sejtik, hogy itt sárkány kísérlet van, most meg már tudják is. Középső ösvényre fordul az Immortals csapata, tornyot szeretnének hozni. Erre minden lehetőségük meg is van. Annak köszönhetően, hogy most már ugye Pobelter is visszaérkezett a középső ösvényre. Nem biztos, hogy ebből középső ösvényes próbálkozás lesz, viszont egy rajtaütés azért lehetséges, bár erre most a Team Liquid csapatának is lehet válasz a Matt, illetve Jambi révén. A villanása nagyon szép a kezdeményezés, Olira azonban nem elég a sebzés, Pobelterre sem, végül be tudja S fejezni Mattet. A kezdeményezése kicsit balul sült el, a sebzés nem volt elég Olira, nem úgy Kodisannak, aki köszönte szépen. Igen, a villanásos pokoli marok mindenképpen egy bátor kezdeményezés volt, rá is fizettek, és ugyan nem talált Kodisann kristálynyilvesszője, mégis ugye elég sebzést tudtak kiosztani arra támogatóra, hogy eltüntessék. Aratást vásárolt magának Kodisann, és viszonylag későn, még csak 15 farmot tudott elhozni ennek a megvásárlása óta. Visszajátszásban láthatjuk, hogy Oli nem lát az egészből semmit, megkapja a pokoli markot, érkezik is rá a sebzés, viszont nem olyan sok az, és ugye Pobelter éppen Youngbint fókuszált a teljes gőzzel, úgyhogy igazából a fiatal lövész nem nagyon tudott sebzést kiosztani Olira, hiszen menekülnie kellett, hát pedig, ugye, ahogy láthattuk, beragadt. Villanása nem volt, kifárasztását pedig kár volt elhasználni. Flame pedig bajban lehet, hiszen megérkezik Piglet, jó a végső képessége Flame-nek, itt pedig villanni kell, hiszen Pobelter is ugyanúgy megérkezett, Rainover villan, elég gyengén rávillan még ugyanúgy Flame is, a gyilkosat Piglet tudja elhozni, egy-egyes a csere, de megérkezik Dardog. Dardognak pedig van sebzése, Pobelterre érkezik közben Lurlo, és kettős gyilkosságot tud megszerezni Piglet, remekül követte le Lurlónak a kezdeményezéseit, kábításait. Igen, érdekes módon itt ezen a mérkőzésen eddig talán inkább azt figyelhetjük meg, hogy mindig az a csapat, amely kezdeményez, az jár rosszabbul. Hiszen most is az Immortals csapata volt az, aki előnyének tudatában ugye bátran bemerészkedett a Team Liquid dzsungelébe. Annyira nem jött ez nekik most össze, viszont még így is majdnem ők azok, akik tornyot tudnak hozni az egész akcióból. Láthatjuk, hogy Flame az, aki itt sertepertél rögtön kezdeményez Rainoverre, ő meg is eszi a sebzést, viszont világugrással érkezik Piglet, jó ugye a lefogás, az ősi roham is szintén jó, Pobelter képessége jölő, viszont Piglet remekül villan el, és Lurlo ugyan későn érkezik, viszont ugye eddigre már megérkezett, visszaérkezett Piglet is, aki kiosztja magából azt a sebzést, és a Lurlo végső képesség után magabiztosan hozzá kell Pobeltert. Így van, a korokpáciát így be is tudta már fejezni Rise. 10 darab jelző gyűjtögetése, a 24. percre fog kiteljesedni, addig úgy erősödik Piglet, hogy egyetlen egy aranyat sem kell elkölteni ennek érdekében. Az előző csapat hasonlóan láttuk, hogy a felső ösvényesek jelenleg jelentős mértékű erővel és tankossággal rendelkeznek, hogy befolyásuk legyen a mérkőzés kimenetelére, mind Lurlónak, mind pedig Flame-nek. Dardoknak pedig rengeteg sebzése van, ezt láttuk az előbb, mind akkor, amikor sikerült Mattet befejezni, mind pedig az előző csapatharcban. Talán a szerencsén is múlt, hogy nem sikerült befejezni Pigletet ideje korán, így ő újabb gyilkosságokat tudott begyűjteni. Az irányított képességében nem feltétlenül talált jó a Piglet,
de bőven kárpótolta az a tisztelet, ami a negatrompálás miatt megvolt, és Pobelten nem tudta idő előtt befejezni őt, és erős volt ez a alaptámadása annyira, hogy a második gyilkosát is ő tudja elhozni. Igen, nem véletlen, hogy a Team Liquid csapata készül is a varázs ellenállással. Mint említetted, középsősvényen a negatrompálással, dzsungelben vagy a nullvarázs köpennyel, illetve felsősvényen Lurlo sem a naptűz köpenyt fejezte be, hanem egy kicsértett kámzsa az, amit ugye már megvásárolt. Ahogy mondtad, tisztelik mind Árdak, mind pedig Pobelter sebzését. Árdak őrszemet takarít. A középső ösvényen egy minimális életerővel rendelkező torony az, ami az Immortals útját állja a bónusz arany mennyiségért. Árdak pedig még egy őrszemet takarít. Nagyon szép a sebzés, és vissza lehet ugrani a póknak, de ha izolálva vagy, akkor megvan a sebzés. Érkezik még! Pobelter nem biztos, hogy jó ez, főleg így, hogy Lurlo is ott van, egy gyilkosat ő is lehet tud hozni, összességében pedig 2-1 a csere a Team Liquid javára. Viszont ugyanaz a helyzet, mint az előbb, lehet akár toronyra fordulni? Ahogy látjuk, ez megvalósulhat éppen, hiszen Kadiszen ütné azt a tornyot, viszont elfogytak a minionok a felső ösvényen. Amit viszont mindenképpen ki kell emelnünk, az az, hogy Piglet ezt a rájzát jól használja. Itt ugrással kezdeményez ugye Rainover, megeszi Dardoktól a sebzés, de ez nem elég. És ugye Piglet a végső képességét kihasználva megérkezik, hogy egyrészt, hogy biztosítsa a gyilkosságot. Másrészt pedig ugye Lurlo is ott volt, aki aztán falhoz kente Pobeltert. És amiről beszéltem, ezek a világugrások egyenlőre a Team Liquid csapatától jól működnek, főleg ugye Piglet miatt. Erre van lehetősége, hogy ezt kihasználja és kamatoztatni tudja. Itt pedig a karakterek, hogy miért meta és miért nem a legerősebb karakterek közé tartoznak. Míg 3-0-ba volt Elise, és 0-2-ben Kha'Zix, az egy az egyenlő küzdelmet meg tudta nyerni Kha'Zix, annak ellenére, hogy ő bár beugrott, de megkapta a gubót, és minden egyes képességét is Elise-nek, és így is őtől nagyobb sebzést kiosztani és befejezni ellenfelét. Itt pedig a felhő sárkányról, amiről beszéltünk, hogy a Team Liquid csapatának jó lehet Poppy kezdeményezéséhez, az Immortals azonban jobban tud kilépni, és meg tudják szerezni a Team Liquid elől, így egy óceánnal, valamint egy felhő sárkányjal is rendelkeznek, valamint a második tornyot is be tudják dönteni a mérkőzésen. Igen, és azt hiszem kijelenthető, hogy Piglet egyébként jól muzsikál a középső ösvényen. Ezzel szemben viszont mindenhol máshol lemaradással küzd a Team Liquid csapata. Nem véletlen, hogy így a 18. percben 2-0-ás torony hátrányban vannak. Talán én még azt mondanám, hogy Lurlo Flame-et felül tudja múlni. Igen, mind igen. A játékban mutatott teljesítménye, mint pedig a statisztikája alapján ezt el lehet mondani. Úgy érzem, hogy többet tett hozzá a 2-2-eni küzdelemben is a déli dzsungelében a Team Liquidnek, valamint a középső ösvényre is nagyon szépen érkezett Pobelter gyilkosságára, vagyis meggyilkolására. Itt pedig Pigletnek már védekeznie kell, aztán a torony nyúlfaknyi életerővel már csak a középső ösvényen. Igen, teljesen igazod van, nagyon jól mondtad. Ettől függetlenül viszont, hogyha a Team Liquid csapata nem fog tudni kimozdulni, vagy nem mozdul ki arra, hogy tornyokat döntsön, igazából ezek a felső vagy ugye a középső ösvényes előnyük nem nagyon fog számítani, mert Kodisan szét fogja lőni gyakorlatilag az arcukat, mert ugyan varázs ellenállással készülnek a Team Liquid oldalán többen is, de egyéb tankosság nem nagyon figyelhető meg náluk, csak ugye Lurlo az, aki ezzel rendelkezik. Átok nyelő már ott van Rainoveren, ez tovább erősíti az ő lehetőségeit egy az egyenlő küzdelemben, akár Dardakkal, akár Pobelterrel szemben, pedig aztán egy az egyben Kha'Zix önmagában is rendkívül erős passzív képességének köszönhetően. Próbálják védeni a középsősényes tornyot a Team Liquid játékosai, de ez csak ideig, óráig megvalósítható. Lurlo pedig már az alsó ösvény irányából érkezik. Őrszem éppenséggel nem volt a bokorban, azonban az Immortals csapatát sem ma a falvédőről, a lopás pedig Dárok részéről jó. Igen, ezekből a vörös szeder hát erősítésekből nem sokat látott Rainover eddig a meccsen, amit viszont ki kell jelentenünk, azaz, hogyha Ezreal-nél valami meg tudja dobni a sebzését, akkor ez bizony a hármasság hatalma, ami az elmúlt percben, másfél percben vált nála elérhetővé. Ha most nem fog tudni sebezni, akkor kérdem én mikor. Nagyon nehéz helyzetben van a Team Liquid az alsó ösvényen.
Jó választás egyébként a háromság hatalma, a kékezőre is volt lehetőség, azonban az akkor volt igazán erős, amikor a tankok metáját éltük, hiszen nem tud utolérni, nagyon mobilis leszel és redukáltad jelentős mértékben az MPM mozgás sebességét, miközben Rainovernek kell meghalni egy égetés. Dubstep Ignite, ez jutott eszembe most hirtelen, Piglet pedig menekülne, erre lehetősége van is, és életben is maradt Pobelter, ezt már nem követi le. Tehát, amire... Nem emlékszem, mire akartam kitérni. Közbe zavart most Rainover menekülési kísérlete és halála. Hogy a középső ösvényen tornyot dönt az Immortals csapata. Ezzel a tornyok állása már 3-0, és így a 21. percben hát az arany előnyük az eléggé jelentős. Hát a 7000-et ezt hívhatjuk jelentősnek. Igen. Sőt, ez... olyan mértékű előny, hogy akár egy 2-0-es csere már azt jelentheti az Immortals számára, amennyiben az egyik halott Rainover, hogy baronna sorra kifordulhatnak, sebzés többletük van bőven. Hiába csak két gyilkosság különbség, mivel az első gyilkosságot is az Immortals szerezte, valamint három torony előnyük is van, és ha a farmokra nézünk, akkor is a különbség lövész pozícióban nem elhanyagolható, de már kezdik kialakítani a középső ösvény és a felső ösvényen is ugyanezt. Nem hiszem, hogy tud válaszolni majd a Team Liquid csapata. Visszajátszásban láthatjuk, hogy Rainoverre betalál az a gubó, még Pobelter sebzését is megeszi, illetve mivel ugye rajta volt az az égetés, az ő halála már gyakorlatilag borítékolható volt. Piglet pedig egy kis világugrással, de elmenekül. Most viszont ő az, aki üldözhetné Pobeltert, ha akarná, de nem akar túl mélyre menni. És ugye az őrszemekben megfigyelhettük eddig, hogy a Team Liquid csapata teljesen defenzíven helyezte ki ezeket, most viszont talán meghallották a szavadat. Ők is készülnek arra a baronna sorra. Hát nem is az elhozására, de sokkal inkább ugye arra, hogy az Immortals csapatát ebben majd megakadályozzák. Míg talán kiléphetnek az első tornyukra, de ehhez Alinak és Karisszának lesz egy-két szava. Nem beszélve arra, hogy most már Dardak is ott van, hogy erről le kell tenniük. Amit nagyon hiányolok egyébként a Team Liquid csapatánál, az a minion takarító képesség. Ez ugye nem arról híres, hogy olyan gyorsan tudne takarítani a minionokat. Rendben, Pigletnek erre van lehetősége. Lurlo és a naptűzköpennyel most már egészen jól tudja ezeket írtani, de messze nem olyan sebességgel, mint az Immortals teheti ezt meg. Pobelter passzív képességből tudja ugyanazt megcsinálni, mint Piglet a kújjával, tehát egyenértékűvel a nagyjából. Cody most, hogy hurikánja van, sokkal gyorsabban tudja takarítani a minionokat, mint ezzel itt van talán a legnagyobb különbség. Ha a támogatókat nézzük, azért Oli mégiscsak egy lövész, hogyha támogató szerepkörben látjuk is, egyértelműen gyorsabb a minionok takarításában, mint Malza. A felső ösvényen pedig szerintem nem is kell beszélni róla, hogy a földindulás mennyire hatékonyabb Lurlo képességénél. Igen, és ugye Flame-nél már elérhető az őrangyal, tehát ő viszonylag nagy biztonsággal mehet bele egy-egy csapat küzdelemnek a közepébe, nem beszélve ugye arról, hogy hát bizony Kodisan ese, főleg azzal a hurikánnal megerősítve, azért most Kodisan már... Kodisan Sport Egyesület. Ese? Ah, értem. Lehet. Fog tudni lőni, ha gólokat nem is, de ugye nyilvesszőket. Oh. Az szép. Na, az a protő fasznát nem igazán volt világos számomra. Valószínűleg egy misztikus lövedéket szeretett volna egyébként kikerülni vele. Ez is belefér. Láttuk az előbb, hogy mennyi sebzés többletet jelent egyébként Dardak számára ez a tárgy. Már nem tudta volna Rainover 1-1-ben eltakarítani őt, hiába az átoknyelő és annak aktív-passzív képessége. Nem érzem úgy, hogy a Team Liquid hiába is a játék végső szakaszára fog kiteljesedni a kompozíciója, vissza tudna jönni, mert nem fog odáig eltartani a mérkőzés, ha ebben az ütemben haladunk tovább. Ez könnyen előfordulhat, viszont világugrással érkezik Piglet Lurlónak segíteni. Piglettől kicsit korai volt ez a villanás, Pobelternek viszont menekülni nincsen lehetősége, Piglet tudja megszerezni a gyilkosságot. Öt emberes érkezés kellett a Team Liquid csapatától ahhoz, hogy el tudják kapni Pobeltert, de az első tornyot meg tudják szerezni a mérkőzésre. Igen, viszont ugye hiába áldoztak érte sokat, sikerül elhozni. És kimozdulhatnak a toronyra. Sőt, meg a középsőt. Jó. De akkor is ez a torony meg lehet. És ugye beszéltünk arról, illetve hát pont az előbb mondtad el, hogy a mérkőzés későbbi szakaszában...
Hogy tűnt el Young Bean? A kristálynyi vesző ugyan mellé megy, de Dárdak nem véletlen ennyi gyilkosságban vett rész, rendkívül erős, és egyetlen egy kombóval Young Bean-t eltakarította, egy térugrásra nem volt lehetőség. Nem volt, ugye éppen azt akartam mondani, hogy ahogy közeledünk a mérkőzés késői szakaszához, ugye egyrészt Pigletnél már ott van az őrangyal, illetve hát ebben közben beszorul, és felemelkedik Dárdak, így őt befejezni nem lehet majd, jól menekül Lurlo a farkasokat kihasználva, mert pedig kapja a sebzést. Nem elég, viszont a villanását pedig remekül használja, így életben marad. Nem sok kellett, hogy Ali be tudja őt fejezni. Kristály nyilvessző pedig egyelőre még nem elérhető. Nyugodtan haza sétálhat, vagy haza is teleportált a saját bázisára. Igen, még éppen nem. És nem mondom azt, hogy a Team Liquid csapata esélytelen, hiszen ugye a sebzés majd csak igazán most fog megérkezni hozzájuk. Viszont nagyon nagy előnnyel rendelkezik az Immortals csapata. Itt látható, hogy Young Bean igazából köpni nyelni nem tud, és gyakorlatilag őt Dárdak egy kombóval tüntette el. Persze megette ő is a sebzés, de hát nem oszt, nem szoroz, semmi fajta válasza nem volt az Immortals kezdeményezésére, vagy Orv gyilkolására ugye a Team Liquid csapatának. És hiába a Team Liquid azt mondta, hogy elkezdett Michael ellenállást építeni, és hú de jó ez számukra. Hát Young Bean nem. Ő nem, az egy dolog. De nézd meg, hogy milyen tárgyakkal rendelkeznek az Immortals csapatában a mágusok. Mind a dzsungelben, mind pedig a középsősén. Annyi varázstörést összeszedtek már, hogy telibe, hogy éppen milyen mágus ellenállás van a Team Liquidnél. Hiszen ott az ürességbotja, a varázslók cipellője és a Liandry gyötrelme is a két játékosnál összesen, ami bőven-bőven elegendő ahhoz, hogy átüsték azt a mennyiségű mágikus ellenállást, amivel rendelkezik a Team Liquid csapata. Elkészült egyébként rá ez, mind a korokpálcaja, mind pedig a jelzők gyűjtögetése az istennő könycsepjén elkészült teljes mértékben. A bónusz pajzs elérhető számára, és 3-0-1-es teljesítménye szerintem Pigletnek magáért beszél. Igen, talán ő az egyetlen pozitív. Pozitív? Pobelter nem érkezik. Szóval igen, talán ő ugye az egyetlen, akinek úgymond az ösvényfázis bejött, vagy sikerült. Mint mondtam, a világugrásait jól használja. És ugye ennek köszönhetően sikerült gyilkosságokat is szereznie. Ezt megint csak ugye el kell mondanunk, a mérkőzés késői szakaszában kihasználhatná a Team Liquid csapata, viszont arra, hogy ez még egy 20 percig, 25 percig elhúzódjon, nem olyan sok esélyt látok. Igazából az Immortals csapata egy-egy ember kiszedése után simán kezdeményezhet a baronra, el is hozhatja, onnantól pedig kalap-kabát egyesvényen gyakorlatilag inhibitorig mehetnek, minden különösebb gond nélkül. Pillanatot ki kell szedni a csata elején, és onnan nyert ügye van az Immortalsnak. Rálátás megint nincsen, Dárdak pedig beindulhat. Kezdeményezés Pobeltertől, a lekötés jó, Metre micsoda sebzés, kristálynyi vesző, kaput! A sorozat tűz kivégzi, 1-0-ás csere, és már ezzel megindulna az Immortals csapata a baronna sorra, esetleg nem egy újabb csapdázás. Young Bean azonban nem lép bele egyelőre, Rainover itt van a közelében, óvatosak a Team Liquid játékosai, hiszen semmiféle rálátásuk nincsen a saját dzsungelükben. Két fránya őrszem, amit ki fognak tudni takarítani az Immortalsosok. Igen, kitakaríthatják könnyen. És hogyha a Young Bean nem vigyáz, akkor őt is elég könnyen kitakaríthatják ott a középső ösvényről. Piglet pedig érkezik, hogy a felső ösvény farmját elhozza. És igen, mint beszéltünk róla, Rainover rendelkezik ugye az átoknyelővel, van egy kalapácsa is. Valószínűleg ugye fekete hasítóbárdot fog ugye megvásárolni, az átalakított fekete hasítóbárdot, ami több életerőt biztosít számára, kevesebb sebzést. Viszont az, hogyha egy Kha'Zix-nak úgymond tankosítania kell, vagy a védelmét kell erősítenie, az ugyanúgy nagyon beszédes. De azt mondják, ha hátrányba vagy, tankosíts, azzal nagyon nem lőhetsz mellé. 1-4-ben pedig egyértelműen kijelenthetjük, hogy hátrányban van Kha'Zix. Pokoli sárkány mindjárt éled, nullóra, hát nem mondom, hogy a legjobb kezdeményezni, vannak ott jobb célpontok nála. Young Bean pedig, ami érdekes, hogy a lövész karakterével az előösben egyfolytában Poppival egy magasságban helyezkedik el, fél életét nagyon gyorsan el is dobja a sortűznek köszönhetően. A pokoli sárkány pedig szólóban el fogja tudni hozni Dárdak, de talán még segítsége is érkezhet. Ó, világugrással pedig
A Team Liquid csapata húz egy merészet, és azt mondja, hogy Baron Nashor, Roli már ott van a közelben, és nincs elég sebzés. Kijön a Kristály nyilvessző Lullóra, elhozzák a sárkányt, a Baron Nashort pedig elhozza a Team Liquid. El lehet-e kapni valakit? Pigletet mindenképpen, Flame-nek viszont nem lesz elég sebzése, villanni kényszerül. Piglet Youngbint el lehetne kapni a lekötés jó Pigletre, de ebben a pillanatban használja a megtisztulását, és ki is tud lépni. Négyen is alacsony életen a Team Liquidnél, de a pokoli sárkányt be tudták cserélni. Egy Baron Nashor. De viszont kérdés, hogy mit áldoznak ezért? Egy tornyot, és ugye egy pokoli sárkányt mindenképpen. Ez a Baron Nashor, ez olyan szempontból volt fontos a Team Liquid csapatának, hogyha most nem lépnek ki rá, akkor elég valószínű, hogy az Immortals elhozta volna. Ezzel úgymond időt nyerhetnek önmaguknak. De én úgy gondolom, hogy ugyanúgy védekezniük kell majd ezzel a Baron Nashorral, mint anélkül kellett volna ezt tenniük. Viszont a világugrást megint csak jól használta Piglet, már sokatszor. Igen, ráadásul a teljes csapatát tudta vinni magával. Félő volt egyébként, hogy nem lesz elég a sebzésük, míg átér a Team Liquid csapata, akiknek rálátásuk volt a területre. Ez azonban végül nem valósult meg, a Team Liquid elég gyors volt. És végül is el tudták hozni a Baron Nashort. Kérdés, hogy tornyokra tudják-e váltani ezt az előnyt. Piglet az alsó ösvényen, Rainover pedig fedezi. Pobelternek nem lenne elegendő sebzése jelenleg Rainover befejezésére, visszább is lépett. A tornyot pedig elhozza Piglet egy rakatnyi minion segítségével. Igen, mondtam, hogy ugyanúgy majd védekezniük kell. Hát legjobb védekezés ugye a támadás, és miután kitolták a minion sávot mind a középső, mint pedig ugye az alsó ösvényen, még egy tornyot is sikerült elhozniuk. A visszajátszásból látható, hogy ugye csak a támogató, illetve a felső ösvényes az, aki bármilyen szinten is a közelében lehet a Team Liquid csapatának. Ezt nagyon jól használják ki, világugrásra ugye öt ember érkezik a Baron Nashor odujába. Majd a Baron Nashor elhozatala után köszönik szépen a lehetőséget, rengeteg villanás, rengeteg ugrás árán, de mindannyian kijönnek halál nélkül. Ez így egy nagyon jó hívás volt. Még akkor is, hogyha azért elég sok idézői képességet kellett áldozni. A Kristály nyilvessző talál. Az őrült katonai mett meg kell, hogy halljon Pigletnek, ugyanúgy a torony hiába dőlt, hogyha már kettő, már három embert veszített a Team Liquid csapata. Rainover lehet a negyedik, szemből érkezik Flame, aki időközben teleportált. Kettős gyilkosságot ér el, S4-0-ás összességében a csere, Baron Nashor? Ha, kit érdekel? Hát most rendesen túlvállalta magát a Team Liquid csapata. Négy embert elveszítettek, ugye ezzel szemben csak egy tornyot tudtak hozni, viszont kérdés, hogy megint csak mennyit fizetnek ugye ezért a toronyért. Egy választornyot mindenképp, egy inhibitort is. És az Immortals csapata, ők nem vállalják túl magukat. Közben még az alsó ösvényen is dőlt egy torony. Dőlt egy torony? Igen, darabba segített a minionoknak így. Eskerült hozni még egy toronyt a felső ösvény, és minimális életerőm van a torony, ha jól látom. Vagy talán maximum a felén. Visszajátszásban láthatjuk, ahogy Kristálynyilvesszővel kezdeményeznek Youngmira. Ő ugyan még elugrik, viszont a pokoli sorozat Miss Fortune-től talál, sebez, és igazából innentől kezdve a Team Liquid csapata csak menekülhetne, viszont ott van Pobelter, ott van Kodisan, aki ugye folyamatosan lassít, nem volt igazából lehetőségük már elmenekülni. Amilyen szép volt a Baron Nashor hívás, ez a középső ösvényes kezdeményezés annyira volt bátor és botor, azt hiszem. 13-6 a gyilkosságok aránya, és közel 10 000 az arany különbség. Nem érzem úgy, hogy a Team Liquid csapatában lenne még potenciál. Jó, oké, kezdenek erősödni a játék késői szakaszára, most már jelzőgyűjtögetését befejezte ezzel is, így a misztikus lövedékek fájni fognak. Lulura viszont kezdeményezhet Pobelter, megölni természetesen túl sok lehetősége nincsen, főleg ha a képességében nem talál megfelelően, és a pajzsot is hagyja, hogy Lulu felvegye, sőt, ami azt illeti, még Pobelternek kellett volna meghalnia, meg is halt. Lulu az őrült sorozatot megkapja, viszont rajta már őrangyal van,
Egyelőre pozitívan jön ki ebből a Team Liquid csapata, amíg Flame nem fordul, de megkapja a végső képességét Molzának, Ludo pedig itt van a közelben. Fahoz vágni sikerül egy ellenfelet, de belehalk a kezdeményezésbe, Flame tudja befejezni. Kodisan pedig egy újabb gyilkosságot el tud hozni, ezúttal Yangbin tudja kiszedni, 2-1-re módosítva így a cserét. Ludo kicsit túlvállalta talán magát. Mindenképpen ugyanúgy, ahogy Pobelter is a túloldalon. Viszont a Team Liquid csapata az, akinek inkább vigyázni kell, és most már minden lépésüket, vagy minden kezdeményezésüket kétszer is meggondolni. Ezért. Hiszen ugye egy esetleges olyan csapatharcnál, ahol több embert elveszítenek, az Immortals a középsősvényen nagyon könnyedén bemehet, és akár befejezheti a mérkőzést is. Itt ugye Pobelter és Lurlo az, akik szórakoznak, Lurlo végső képességével feldobja Pobeltert. Olli és Kodisan próbálja őt ugyan megmenteni, de Lurlo elvillan. Az őrült sorozat pedig ugye igazából csak Reignovert és azt a kis Poppit éri. Viszont amit érdemes megfigyelni az az, hogy a pokoli marok a tankra érkezik. Ő rajta ez nem nagyon segít. Viszont a mélységi rohammal három embert is feldob. És igazából a Team Liquid csapata végig Flame-et tudta úgymond csak ütni. Ezzel szemben Kodisan, Olli és ugye Dardak, hát nagyon könnyedén. Jó volt a Lurlo ötlete egyébként, Kodi falhoz vágta, de az Element szabja miatt ki tudott jönni a CC-ből azonnal Kodi, és neki pedig van sebzése. A kezdeményezés metre jó az, vége, ahogy a mérkőzésnek is valószínűleg lángol az Immortals csapata, van rengeteg sárkányuk, szám szerint 4, csak a hegy sárkány hiányzik a kollekcióból, de cserébe van 2 óceán. Reignover hozza a vörös szeder hát erősítését. Az Immortals csapata véleményem szerint be kell, hogy fejezze a mérkőzést, így a 37. percben lángolva, bónussebzéssel, életerő regenerációval, mozgási sebességgel és annyi arany különbséggel az a 12.000 ember rendelkeznek, nem szabad, hogy a Team Liquid csapata bármiféle akadályt is jelentsen számukra. Igen, mindenfajta célpontot hogy az Immortals csapata hozott el, nem csak ugye a gyilkosságokat, tornyokban is magabiztosan és bőven vezetnek, illetve ugye most már jön is a kezdeményezés, Lurlóra jön ki, mind a vasmacska, mind pedig a kristály nyilvessző, nem a legjobb célpont, Pobelter pedig kapta szépen a sebzést, az őrült sorozat pedig be tudja fejezni, Mettet, majd utána jön a roham, Reignovernek kell meghalni először, még csak az őrangyát veszti el, Piglet kapja a sebzést, neki megtisztulnia és villania is kell, nem megtisztását még nem használta el, de ez nem segíti akkor sem a Team Liquid csapatát, elveszítenek egy újabb embert, 2-1-es a csere, az Immortals tud jobban cserélni, dől az első Nexus-t védő torony, Villandárnak nem talál a gubója, Lurlo pedig már érkezik vissza az obeliszk alól, befejezni még nem tudja az Immortals csapata a mérkőzés, de megint közelebb kerültek hozzá, 2 ösvényről érkeznek most már a Super Minionok. Igen, és ugye él a baronnal sor. Hogyha akarja. Közben vasmacska, Lurlónak pedig ebben a pillanatban kell meghalnia. Nem lesz tankja a Team Liquid csapatának védekezés közben. Egy újabb inhibitor dől, és nem vállalja túl az Immortál csapata. Lángolunk, legyen mellé még egy baronnasor. Mit szólsz, Edi? Igen, valószínűleg, hogyha Európában járnánk, akkor ennek a mérkőzésnek már vége lenne. Viszont vagy troll lenne a vége. Hát ez is könnyen előfordult, viszont ez ugye Észak-Amerika, nem bíznak semmit a véletlenre a srácok, legalábbis ugye az Immortals oldaláról nem. Elhozzák azt a baronnasort, mert miért ne, mert megtehetik, mert a Team Liquid csapatának esélye nincs válaszolni. Ezzel is megerősítve azt hiszem most már magabiztosan érkezhetnek majd a felsősvére. Ezt pedig láthatjuk, hogy ledőlt a torony, a Team Liquid csapata próbálna válaszolni, viszont megint Flame az, aki gyakorlatilag az első sorban minden sebzést felfog. És Pobelter hiába ugrál ide-oda, a Team Liquid csapata nem tudja lekötni. Meghal ugye az a Nautilus, de csak őrangyalát veszíti el. Ezzel szemben a Team Liquid csapata elveszíti mind a dzsungelesét, mind a támogatóját. És érdemes azt megjegyeznünk, hogy ugye az egész megindulásuk azzal kezdődött már az Immortalsnak, hogy Mettet kiszedték, majd miután Matt élet, visszatért, csapat harcolt egyet, és rögtön meghalt, ahogy most valószínűleg... A Team Liquid tankja menekülni kényszerül, ráadásul Mattnek is villannia kell, még a mélységi roham a Pobeltertől pedig a befejezés. Jó, a vasmacska Piglet azonban a Nexusba elakad, Reignover pedig menekül az ugrásával, nincsen már torony ebben a pillanatban, nem, még nem tudja elhozni.
Egyébként ez Team Liquid csapata, de Ezzének már annyi dárak 1-1-ben lehozta, most dől a torony, innentől kezdve pedig ez már csak örömjáték, Lurlo még elveszíti az őrangyalát, éledni még talán fog, Piglet még meghal, ugyanúgy Rainover, Lurlo már nem éled, ez a Mázlia így már nem hal meg, a Nexus azonban ledől, az Immortals csapata pedig, hát hasonló egyszerűséggel, mint február közepén megszerzi az első győzelmet a Team Liquid-del szemben. Igen, legutóbb egy elég sima 2-0-át láthattunk. Hát ebben a BO3-as szériában az első mérkőzés azt hiszem szintén egy elég könnyű és magabiztos győzelemmel zárult, viszont ugye nem egy meccs alapján dől el, hogy ki nyeri ezt a szériát, lesz még lehetősége a Team Liquid csapatának a javításra, viszont az biztos, hogy ugye az előny az Immortals csapatánál van, nem csak azért, mert megnyerték az első meccset, hanem azért, ahogyan megnyerték. Viszonylag hosszú mérkőzés volt ahhoz képest, hogy az Immortals mennyire vezetette a mérkőzés. Mondhatjuk azt, hogy teljes hosszában. Dardok első hármas gyilkosságától kezdve a Nexus bedőléséig konstans előnyük volt, amit szépen egymás után építgettek is föl. Úgy érzem, hogy a Team Liquid túlságosan a játék késői szakaszára próbált berendezkedni, nem pedig felépítve a játék korai, középső és végső szakaszát. Nagyon sok csapat esik ebbe a gödörbe. Hogyha tudják magukat tartani a játék középső szakaszáig, nem alakul ki nagyobb hátrány, akkor a végsőben kinőhetik magukat, és felül tudnak kerekedni az ellenfél. Egy rájzzal és egy ezzel simán lehetséges ez. Viszont úgy, hogy ekkora különbség kialakult végül a két csapat között, nem lehetett bedolgozni. Hiába készült el Ryze a 28-30. Perc környékén, ezzel ugyanígy. Onnantól kezdve már csak 8-10 perc volt hátra a mérkőzésből, ami nem elég ahhoz, hogy meg tudják fordítani. Ráadásul akkora sebzés volt már Ashbe, a lövészbe, hogy Lurlót, az effektíve tankot tudta a lehető leggyorsabban eltakarítani. Piglet pedig jól muzsikált a középső ösvényen, úgy érzem. Igen, mindenképpen. Láthatjuk ugye, hogy az arany per perc mutatóban is eléggé felülmúlta ugye az úgymond előző vagy régebbi középső ösvényesüket, Golden Glut is. Amiről viszont fontos beszélnünk, az ugye az, hogy Rainover milyen szinten volt kiszedve a mérkőzésből. Gyakorlatilag Vörösszeder hátat talán a 25.-6. percig nem is látott egyáltalán. És igen, jó az a Kha'Zix, de azért az erősítés az mindenképpen hiányzott nála. Arra, hogy igazából bármilyen helyen, vagy bármilyen szinten is kezdeményezni tudjon. Dardoknak pedig talán védjegye is Elise, remekül játszotta még a Team Liquid csapatában is annó, az Immortalsnál most ismét elővette ezt a karaktert, és továbbra is remek teljesítményt tud vele nyújtani. Érdemes elgondolkozni egy Elise tiltáson a Team Liquid részéről, de ki tudja, hogy belefér-e. És látunk egy visszajátszást, hogy mi is történt itt az alsó ösvényen a mérkőzés elején. Igen, a visszajátszásban azt láthatjuk, ahogy ugye kezdeményez a Team Liquid csapata, sikerül is elhozni azt a lövészest, viszont itt már ugye érződik Elise-nek az előnye, illetve az, hogy mekkora sebzés van benne. Befejezte hát mind Youngbint, mind Rainovert, és ugye majd a végén még bónuszként Mattet is elhozhatja. Ezzel gyakorlatilag a mérkőzés korai szakaszát azt megnyerte az Immortals csapata, dacára annak, hogy a Team Liquid volt az, aki az egészet kezdeményezte. Az egész mérkőzés során azt láthatjuk, hogy aki kezdeményez, az nem tudta megfelelően alkalmazni a CC lockot és lekövetni a kezdeményezést. A középső ösvényen például látjuk, hogy Baron Nashorral érkezik a Team Liquid csapata. A Kristály Nyilvesszőre érkezik majd a lekövetés, az őrült sorozat éppenséggel még kijön, zónázni tökéletesen lehet vele, Dardoknak kiváló a sebzése, és pedig az elhúzódó csapatharcoknak talán a legjobban örül, hiszen egy lövéssel kilősz vagy 9 darab Nyilvesszőt, az a nem mindegy, Robin Hood is megirigyelni ezt. Igen, és Robin Hood ugye csak egyet tudott lőni, és pedig a hurikánjának köszönhetően akár hármat is, tehát igazából ő egy csapatharcban még azt sem mondhatjuk, hogy csak egy embert sebez ugye egyszerre. Meg vagy háromszor hármat is tud lőni, igen, hogyha arról van szó. De Robin Hood legalább kétszer betalált ugyanoda, tehát ketté szakította a saját Nyilvesszőjét. A Kristály Nyilvesszők viszont nem voltak tökéletesek Cody Santoszt, el kell mondani, volt egy közvetlen közelről 4 játékos közé kellett elhasználnia, vagy hát nem kellett, használta el végső képességét, de az előbb látott csapatharcban pedig
sikerült pont a lövészt eltalálni. És itt Youngbinra térjünk ki, hogy hogyan is tudott teljesíteni az első mérkőzésén. Úgy gondolom, hogy ennél talán jobb teljesítményt is várhattunk volna tőle. Ezzel folyamatosan annyira előre tartózkodott, láttuk a kristálynyilvesző, tehát ő állt legközelebb Ashhez. Lurlóval általában egy magasságban mozgott, egy Ezreal-lel egyébként is hátrébb kéne tartózkodnod, hiszen misztikus lövéseidből tudod a legnagyobb sebzést kiosztani, nem az alaptámadásaidból. Ennek ellenére ő végig ott volt az előesben, mintha egy Lulu támogatója lett volna, hogy ellássa pajzsal, meg növekedéssel, meg mozgássebességgel, de nem erről volt szó, hanem egy másik olyan támogatója volt, aki kezdeményezéssel foglalkozott, így megfelelő védelmesen volt ennek a karakternek. Igen, viszont ugye mondhatjuk, hogy az Immortals hát jól felavatta, vagy beavatta ugye őt. Nem volt könnyű helyzetben, hiszen a saját csapata tiltotta el Varust, az Immortals csapatánál elválasztásra került, vagy beválasztásra került Ash, továbbá ugye tiltották mind Sivirt, mind pedig Jhint. Valószínűsíthető, hogy ugye ő a Team Liquid akadémiáján is azért azokat a lövészeket gyakorolja, vagy játsza, amik mostanában meták, hogyha ezeket mind-mind kiszedik, akkor egy lövész sincs könnyű helyzetben. Az X még ott volt említett is egyébként, hogy kiválasztásra kerülhetne. Ez azonban nem történt meg, de még megtörténhet akár egy következő mérkőzés alkalmával. Az Immortals csapata 1-0-ra vezet a Team Liquid-del szemben, de BO3-as a széria. Van még lehetőség fordítani. Meglátjuk, sima 2-0, vagy éled a Team Liquid?